következő előadás. Herceg Tamástól fogjuk hallani Holbein követett című képéről, amin hál' Istennek elég sok érdekes viszont is hangulatot. Tisztelt hallgatóság, Herceg Tamás biológus vagyok. Még csak 2 éve vagyok a napóra szekciónak a tagja, és fő hobbim a napóra szekción belül olyan képeknek a fényképeit gyűjtöm, amelyek valamilyen kapcsolatban vannak a napórával. Meglepően sokat találtam az interneten. Ezek közül az egyik leghíresebb, az ifjabb Hans Holbeinnek a Követek című képet. Kérem a következőt. A kép 1533-ban készült. Fontos, hogy nagyon nagy méretű, 2x2 méteres, és olajfestmény is stabil tölt a táblán látható. Jelenleg a londoni National Gallery-ben található meg a kép. Kérem a következő. Hát a festőről, Hans Holbeinről tudni kell, hogy német származású, Augsburgban született, majd Bázelben dolgozott, és ha nem tudom én például a Rotterdami Erasmus portréját említeni meg, vagy Luther Márton Bibliájának címlapját is ő illusztrálta. 2 évet, illetve 3 évet majdnem töltött Angliában, amikor Móbusz Tamás portréját festette meg, majd pedig visszatért Bázelbe, itt az egyik híres képe Keresztelő Szent János ábrázolja, és 1532-től egészen haláláig 8. Henriknek az udvari festője volt. Hát ugye 8. Henrikről, Kon Zsuzsától tudjuk azt, hogy Henrik nagy kedves fiú volt arról, hogy lehet. Csuda mód szeretni a fejet. Tehát a másodban is akkor minden ismerhetjük 8. Henriknek az esetét, és ez a kép nagyon szoros kapcsolatban van egyébként 8. Henrikkel. Kérem a következőt. Ugyanis 8. Henriknek 6 felesége volt, ezek közül 2-t lefejeztetett. Szerelemféltésből mondanám most. Persze ezek a lefejezések nem úgy történtek, hogy nem most akkor oda viszem a feleségem és lefejezem, hanem a környezetét is, nem tudom, az udvarlót, aki gombolott, vagy a bátyát, például Bolej Annának, ugye a legkívesebbet a közül Bolej Annának. Az 5. felesége, Katrin Hauvard is így végezte egy idő után. Érdekes különben a kapcsolat csak úgy eszembe jutott, az első és a 4. feleség, illetve a 3. és a 6. feleség között természetes halállal halt meg a Tarragóniai Katalin és a Princi Anna, míg a James Seymour és Catherine Parr pedig gyermekágyi láz következtében. James Seymour pontosan azt követően, miután megszült a végre már 8. Henriknek a fiú örököst, aki 6. Edward néven lett király Angliának. Kérem a következőt. Hát a kép készítésének történelmi háttere, hogy mit is látunk ezen a képen. A fő ok az volt, ugye majd amit itt végig veszünk, hogy 1590-ben 8. Henrikhez adják bátyja özvegyét, Aragóniai Katalint, akit az első képen látunk. Megjegyzem egyébként, hogy ezeket a képeket is Hans Holbein festette a feleségekről. Igen ám, de az Aragóniai Katalin Henriknek a bátyjának volt, Arthurnak volt a felesége korábban, és hát Henrik nem nagyon szívesen vette ezt, és hát nem nagyon tetszett neki, de hát végül is spanyol származás, és hát a királyi házat megpróbálták összehozni, el kellett fogadnia.
1510-ben 8. Henrik megismeri a francia udvarban a nővérénél Márgyánál élő Boleyn Annát és bele is szeret, és el is viszi végül is Angliába, és 1527-től 33-ig küzd azért, hogy elválhasson hivatalosan aragóniai Katalintól, és elvehesse Boleyn Annát. Igen, ám, de abban az időben a pápa ezt nem szentesítette az ilyen válásokat. 8. Henrik mindenfélét kitalált, hogy például nem volt elhálva a házasság a bátyja révén, vagy pedig, hogy aragóniai Katalin nem szült neki fiú örökös. Születtek ugyan fiú, de elég hamar meg is haltak, még korai gyermekkorban. De ezt a 7. Kelemen pápa nem vette magára, és nem szentesítette a válást. Először kitalálták hosszú idő után 8. Henrik, hogy akkor jó, új püspököt neveztet ki, Thomas Cranmert, és ez az új püspök pedig úgy döntött, hogy akkor a pápai akarat ellenére ő szentesíti a válást, és így akkor 8. Henrik elveheti Boleyn Annát. Ez az esküvő, illetve pontosabban a királyi koronázása 1533. április 12-én, és ez egy fontos dátum, történt. Mi történt közben a nagyvilágban? Az egyik legfontosabb esemény a török Európába jövetele mellett Franciaországnak az 1525-ös február 24-i veresége. Franciaország akkor a legnagyobb birodalom volt, magába foglalta Spanyolországot, a mai Olaszországnak az északi részét, a Németalföldet, Németországnak, mai Németországnak a nagy részét, és ezt hát nyilvánvalóan nagyon sokan nem jó szemmel nézték, így például elsősorban a németek és a spanyolok. Ezért egy csata alakult ki Páviánál. Pávia egy kb. 30-50 kilométerre van délre Milánótól. Két nagyon erős hadsereg kb. 23-23 ezer fővel csapott össze. A franciák valamit nagyon eltolhattak, mert olyan megsemmisítő vereséget szenvedtek, hogy a 23 ezerből 15 ezer fő veszteségük volt, amíg a másik félnek csak 500. Ezt követően természetesen rendkívüli módon legyengült a francia birodalom, elvesztették Spanyolországot, Németalföldet, amit felsoroltam az elején mindet, Észak-Olaszország részét. És hát nem tudtak máshova bőrgölőzni, akkor megpróbáltak az ősi ellenséghez, Angliához húzni, nem is maradt más lehetőség. És különösen kapóra jött nekik az, hogy 8. Henrik hát lazította a spanyol kapcsolatot, mivel hogy ott akarta hagyni aragóniai Katalin, és hát a francia udvarból vitt volna magának másik feleséget. És erről akkor a francia király, akit egyébként 5. Károly, a németek királya, nagyon sokáig fogságban tartott, és nagyon nagy váltságdíjjel adott csak később ki. Hát első Ferenc elküldte a Boleyn Annával a követeit, és ők ezek a követek, akiről a kép szól, az angol udvarban. És ha már ott voltak, akkor jó szokás szerint, hogy a manapság is ez dívik, akkor egy csoportképet készítenek róluk. Igen, ám, de ugye nem volt fényképezőgép, akkor hát megkérték az udvari festőt, aki történetesen Hornben volt, hogy fesse őket. És akkor így született az, hogy ez a kép, ahol két alak látható, és akkor kérem a következőt. A két alakon kívül, aki egyébként Jean de Tinteville, az egyik, ő a diplomata, és hát az egyházat is képviselte, a katolikus egyházat, George de Selby Márki, Lavournak a püspöke volt ez az ember, és hát ő is azt prezentált, illetve azt próbálta megmutatni, hogy igenis akkor a pápával szemben ő 8. Henrikhez fog állni. Tehát ezt a két alakot látjuk, akkor látunk itt különböző tárgyakat, erről majd mindjárt szó lesz, és látunk itt még valamit. Ez egy nagyon érdekes dolog, de erről nem beszélnék, ez külön egy előadást megérne. Egy festészesi hát, bravúr, az anamorfózisnak ez a torzított koponyája, amikor van olyan szög, ahol teljesen jól lehet látni egyébként. De erről nem beszélnék, annál többet beszélnék viszont ezekről a tárgyakról. Ide került egy éggömb, egy hengeres napóra látható itt,
egy úgynevezett összetett napműszer, mögötte van egy kvadráns, akkor itt látható egy torkvetunk, ezt nem lehet másképpen nevezni, vagy én nem hallottam más, nem olvastam más elnevezést. A torkvere, torzítani, csavarni igéből, latin szóból származik, ez egy ilyen csavart műszer, vagy néhány szót szólott róla. Látszik egy polihedrális napóra, akkor itt van egy fölgöny, vagy itt egy elégszög és egy vinkli, és ott vannak itt hangszerek. Következő téma. Ezek közül az első, az inkörny. Pont amiről az előző előadás is szólt, ugye itt látható a meridián, itt látható az egyenlítő, és itt a nap pályája, ugye az ekliptika pályája, és látszik, hogy akkor mit láthattunk, vagy láthattak abban az időben az égbolton. Itt nagyon jól megfigyelhető az Androméda például, a Cepheusnak ugye a lánya, akkor a sas, itt van a hattyú, ami itt Gallimának van írva, tyúknak van írva, úgyis hívták régen, mert pedig hattyúnak, cígnak, és hát itt a Pegazus alól nagyon jól látható. Nagyon fontos dolog, hogy ezen látszik egy óraszöges, egy fokokkal beosztott gyűrű, és ide beállították ezt a mutatót. Ez leolvasható egyébként, mivel egy életnagyságú a kép, nagyon jól lehet olvasni, az ábrán nem, hogy itt a beállítás dátuma szerint a dátum 1533. április 11-e és a helyszín London. Vissza lehet következtetni ezekből, úgy ahogy az előző előadásban is hallottuk, azokból a fokokból. Tehát április 11-ére utal ez a kérem a következő. Itt látható egy hengeres napóra. Természetesen, mint minden napóránál is hallottuk, a szélességi körnek megfelelően kell beállítani a napórát, ezt a hengeres napórát is. Ez tulajdonképpen három fő részből áll. Van itt egy forgatható mutató a gnomonnal, és itt van egy hónap és nap dátum, illetve hát az odiákusokat jelölték itt be alól, ezt nagyon jól le lehet olvasni. A beállítás alapján itt, hogy hova mutatták, hova forgatták el ezt a tubust itt és a gnomomot, látszik, hogy április 11-én áll itt, és az idő pedig eddig ér, ez körülbelül egy olyan 8 óra 15 percnek felel. Ez is megerősíti az előzőt, és a helyszín London, ezt ebből a vonalból lehet, következtetni. Kérem a következő ábrát. A következő napórával kapcsolatos ábrán, itt egy összetett napműszert látunk. Ennek nagyon fontos része az, hogy egy függőjog tartalmat és különböző fogbeosztások és forgókarok, itt van egy forgókar, a forgókar tartozik hozzá, óravonalakja, igenis akkor ez már a kvadránsnak a mutatója. A nap helyzetét jelzi az összetett napműszer az égi egyenlítőhöz képest. Sokkal fontosabb azonban a mi szempontunkból a mögötte látható kvadráns, amely egy falapra ragasztott papírt tartalmaz. Itt lyukak láthatók rajta, ugye hát a kvadránssal nem nézhetünk be a napba pontosan, hogy milyen szög alatt látszik, mert akkor a szemünk ugye kiégne, nem úgy, mint a csillagoknál, nem tudjuk úgy követni ezzel a kvadránssal. Ezért lyukakat képeztek a fán, és akkor itt figyelték meg, hogy melyik lyukba, itt alsó lyukba esik a fény, és ehhez tartozott még egy vékony fonára felfüggesztett kis gyöngy. Ezt a gyöngyöt kellett beállítani, itt alól megint csak az zodiákusokat feltüntették, megfelelő zodiákusok, és amikor elfogadták a kvadráns, akkor ez mutatta, hogy hány óra van. Tehát el kellett forgatni, följebb húzták a gyöngyöt annak megfelelően, ahol éppen a naptár mutatta a napot, és miután elfogadták, akkor itt megjelent és valahol metszette a vonalakat. Most itt nem látjuk a gyöngyöt, viszont ennek az összetett napműszernek ez a karja mutatja, hogy itt valahol
lehetett a időt, és ez megint kb. 8 órát tartott. Következő kérem. A torpedó egy meglehetősen bonyolult műszerel, ezt én nem is nagyon értem az igazság, úgyhogy lehet, hogy más ezt jobban tudja. Minden esetre a lényeg az egésznek az, hogy két forgási sítja van ebben az irányban is, vízszintesen is, és függőleges irányban is tudott mozogni, és ennek is ugye ez úgy működött, mint ahogy a különböző csillagászati távcsövek követik a csillagokat, tehát így is tud mozogni, és akkor így is, és ennek a beállítása is 1506. április 11, és a hordállását mutatja a kép készítésekor. Következő. Hát ugye a legérdekesebb számunkra a polihetáros napóra, amely két egymásba fordított csonka gullából áll, mindegyik oldalán van lehetséges mutató. Az árnyékvetőleg csodakon 24 beosztásra látható. A fontos tulajdonsága, hogy kell, hogy tartalmazzon egy iránytűt is, hogy délre álljon. A párhuzamos egymással szemben lévő élek, például ez az él és ez az él, természetesen egymással párhuzamos, így mindegyik, hogyha rendesen beállították ezt a órát, akkor mindegyik mutató a megfelelő időt mutatja. Most ez az idő például itt olyan 3-4-10-et mutat ez szerint. Igen ám, de ez a polihedrális napóra ugye nem kézben volt, ez egy régi zsebóra gyakorlatilag. Nem kézben tartják itt, hanem lehelyezték az asztalra, hogy ezt rendesen a londoni szélességi körnek megfelelően 51,5 fokra fölemelnénk, akkor ez az árnyék itt valahol 8 óra körül mutatkozna. Következő kérem. Még erről a földgömbről kell megemlékezni, ez ugye az eredeti képen így áll, itt egy kicsit homályosan látszik, ezt nem jól sikerült kifényképezni. Ezen nagyon jól látszik Ázsia, például a törököknek a mai törökországi területét mutatja. Pedig 1530-ban ugye a Kárpát-medencében voltak a törökök, de hát ez nyilván korábban készült. Jól látszik rajta Európa, ez a barna színnel jelzett Európa. Afrika nagyon jól olvasható, itt Barbária, például Marokkónak ezt a részét Barbáriának, illetve Líbiát. Viszont nagyon fontos dolog, hogy itt látható egy vörös vonal. Ez a vörös vonal végül is felosztja a világot. Nem úgy, mint az ENSZ biztonsági szervezete, nem úgy ültek akkor össze, hanem a pápa döntött abban, hogy melyik terület kihez tartozzon. És ugye hát 1492-ben Kolumbusz útja után felfedezték a nyugati féltekén végül is ugye Amerikát, és hát akkor a kérdés az volt, hogy kié legyen ez. Hát 1493-ban 6. Sándor pápai bullája kimondta, hogy az Azori és a Zöldfoki szigetektől, ami valahol itt van az Atlanti-óceánon, 100 mérföldre nyugatra minden a spanyoloké. Ezzel nem lehet csodálkozni, mert 6. Sándor spanyol származású pápa volt, de nyilvánvaló mindent a spanyoloknak ítélt. Igen, ám, de hát a portugálok mégiscsak ők voltak ott előbb, ezért megpróbáltak a pápához fordulni, de a pápa nem engedett a bullából, ezért elkezdtek egymással egyezkedni, és azt találták ki, hogy akkor az Azori-Zöldfoki szigetekről ne 100, hanem 270 mérföldre nyugatra kezdődjön csak a spanyol terület, és attól keletre pedig legyen valami a portugáloknak. Mind a két fél azt hitte, hogy milyen ügyes volt, hogy jó egyességet kötött, ami így is volt, mert a nyugatra eső területek gyakorlatilag Észak-Amerikát fették, viszont a körtől keletre ott volt ugye Belo Brazília. És nem véletlen, hogy a brazilok azok nem spanyolul beszélnek, hanem portugálul beszélnek, mert hát ugye a portugálok így jutottak oda. Ezt az egyességet végül is 1506-ban II. Gyula pápa is szentesítette. Kérem, következő. És végül vannak a hangszerek, amelyeknek a napórával való kapcsolatát csak ezzel az ábrával jelezném, hogy van egy középkori könyvillusztráció, ahol már a lampa is napórát szerkesztettek, ugye, és nem kívül volt a húrja, hanem belül volt, és egy ilyen húrus napóra volt végül is a következő kérem. Hát ugye a titok nyitja
Ilyen okos volt ez a Holbein, hogy ezt meg tudta csinálni. Nem ő volt az okos, hanem volt egy udvari csillagász, akit Nikolaus Krátszernek hívtak, szintén német volt, és az udvarba is, ő is gyakorlatilag Holbeinnel együtt került, és hát az ő munkaszobájában, termében történt ez a csoportkép festés, és ő állította be ezeket a műszereket, itt, és hát ezt Holbein korábban le is festette őt, ezt a krátszert, itt van egy hengeres napóra, megint csak a napműszer látható, itt van a polihedrális napóra, de ez nem ugyanaz, mint kiderült, mint amit a követetnél festett le Holbein. A napórához tartoztak még korongok, ezek itt vannak az asztalon, akkor ott van itt is egy vinkli, úgyhogy Nikolaus Krátszer volt az, aki így hagyott végül is egy pontos dátumot az utókorra, hogy mikor történt ez a nagyon fontos esemény. Április 1533. április 11-én, ami pontosan hát akkor volt nagy péntek, arra az időpontra esett, és megörökítette Boleyn Annának a esküvőjét 8. szentéken. Elsősorban az ismertenyet én ebből a könyvből szedtem, a követnek című könyv John Northnak, amelyik magyarul is megjelent 2005-ben, és hát ugye az interneten több adatot is találtam, és hát ezúton is köszönöm a biztatást Marton Gézának és Dr. Erdély Annának, hogy ezt az előadást megtartották. Köszönöm szépen!